hagyományokhoz hűen a Szent István Bazilikában köszöntötte az adventet az Alba Régia szimfonikus zenekar. Az ünnepi műsort ez évben a 18. század két jelentős komponistájának műveiből állították össze. Az első szám Arcangelo Corelli örök szép G-moll karácsonyi koncerto grossója, az olasz barokk hangszerezene egyik mesterműve volt. A Corelli Concerto Grosso az kifejezetten karácsonyi témájú Concerto Grosso. Lesz majd benne egy Siciliano is azzal a ritmussal, ahogy Mária ringatja a kisdedét, és az egész hangulatában vonóskarra íródott, és hangulatában nagyon emlékeztet arra, amit egy karácsony jelenet csugal. Az est folytatásaként a szimfonikus zenekar, az Arts Musica és a Primavera kórusok, illetve neves énekművészek Stefanik Márta, Medgyesi Soarc Lucia, Medgyesi Zoltán, Borka Ákos előadásában Carl Philipp Emanuel Bach legjelentősebb egyházzenei alkotása, az 1749-ben komponált Magnificat dallamai csendültek fel. Carl Philipp Emanuel Bach egy magnifikátja, aki a idézőjelben nagy Johann Sebastian Bach fiaként azért sok mindent magába szívott a szülői házban. Például a Magnificat egyes tételeiben is visszaköszön az a Johann Sebastian Bach féle gondolat, zenei gondolat, amely megjelenik aztán itt a kis Carl Philipp Emanuel Bach magnifikátjában is. Szóval nagyon sok hasonlóság van, és mind a kettő kifejezetten karácsonyi téma, a Magnificat Mária hálaéneke, amikor az angyal tudtára adta, hogy ő fogja megszülni a világ megváltóját. A teltház előtt a kivételes zenei élményt nyújtó koncert csodálatos művekkel erősítette meg a szeretet ünnepének meghitt hangulatát.